úgy jöttem ide a versenyre, hogy szeretnék úgy menni az első osztály kategóriába, hogy fölvenni a többiekkel is a ritmust, a tempót. Hát úgy gondolom, hogy ez sikerült is, főleg az elején egy olyan jó negyed óra, 20 perc környékén a futamig elég jól éreztem a tempómat. Hát utána vannak egy kis kondíciói problémáim. Sajnos nem tudok még úgy edzeni, hogy nagyon azt szeretném. Térdem az még mindig ugyanolyan, mint volt. Víz ömleny van benne, az gátolja az én teljesítményemet. Motorozásnál jelenik meg, hát ugye más edzést nem csinálok, mivel nem is tudok. De amikor motorozok, az eléggé fájdalmas. Ismerem a pályát, nem először mentem rajta. A délelőtt folyamán nagyon jó volt, be volt öntözve, sima volt. Sajnos akkor még olyan nyomok nem voltak a kanyarokban, úgy nehezebb volt kanyarodni, de viszont a versenyre a por az, hát az eléggé kellemetlen érzés volt. A motor az teljesen jó állapotban van, most esett át egy nagy szervizen, a héten hoztuk haza. Ez nagyon jól működött a teleszkóppal is. Meg voltam elégedve. Havasi Zoli nagyon jól beállította nekem a teleszkópot. Hát nagyon jó lenne, ha pihennék, de mivel dolgozok, ezért ez sajnos nem jön össze. Holnap már megyek dolgozni.